Mai vendégem Kepes András, akinek Két macska voltam című regényéről fogunk beszélgetni, amit megmutatni nem tudunk, mert amikor ez a beszélgetés zajlik, a könyv még nyomdában van, azt hiszem, de hamarosan a boltokban, és amikor ez a beszélgetés hallható, akkor a podcast hallgatói azonnal el is indulhatnak a könyvesboltok felé. Morcsányi Géza egyszer azt mondta nekem, hogy az, hogy valaki író az akkor dől amikor megjelent a harmadik könyve. Mert hogy egy regényt mindenki tud írni, a második az egy olyan bizonytalan dolog, de a harmadiknál már muszáj azt mondja magáról, hogy ő egy író. Te egy író vagy? Hát abban az értelemben, hogy ugye aki énekel, az énekes, aki táncol, az táncol, aki ír, az író hogy abban az értelemben vagyok-e író, ahogy ugye Magyarországon az íróság az egy olyan fantasztikus, fennkölt dolognak tűnik, hogy az ember nehezen ki mondani azt magáról, hogy író, de én semmi más nem csinálok már egy jó kb. 15 éve, csak írok. Tehát kénytelen vagyok azt mondani magamról, hogy író vagyok. Igen, de hogyha a szépirodalmat nézzük, akkor a könyvei többsége nem szépirodalmi mű, vagy hogyha azt mondom, hogy a, a Ugye ez a harmadik regényed, a tövis puszta és az istenek és emberek után, akkor a szépirodalom felől nézem, akkor egy háromkötetes szépíró. Hát én a szépirodalomnak tartom egyébként, irodalmi eszének tartom a világképet és a boldog, hülye és okos depressziót is. Tehát, hogy amennyiben a montenyi értelemben az eszét vesszük, ezek klasszikusan abban az értelemben irodalmi eszék. Tehát én azt is odasorolom, sorolom, legalábbis szép irodalmi igényel írtam, sőt, hát bizonyos mértékig még a matta férfiaknak is oda ami egy ilyen irodalmi igényel készült eh, dokumentum regény a polgár Juditról, illetve a polgár családról. De regényként igazad van, tehát ez a harmadik regény. Igen, a világkép az egy, vagy tulajdonképpen egy klasszikus eszéregény, de abban is a boldog hülye és az okos depressziósban is te szólasz, meg ott Igen. Kepes András beszél, itt pedig ezekben a könyvekben, és arról, a, hát főként a, a, két macska voltamban, hiszen erről beszélgetünk, itt egy minden tudó narrátor van, aki, hogyha akarom, akkor Kepes András, ha akarom, akkor nem tudom, hogy kicsoda, illetve maguk a szereplők beszélnek. Azért írsz regényt, mert van, amit nem tudsz elmondani egyes szem első szemében Kepes Andrásként, vagy egyszerűen szükséged van egy szépirodalmi távolságtartásra? Egy kicsit pontosítanék, mert igazából a narrátor az ugyanaz, aki egyes szám első szemében beszél. Tehát ez egy ilyen dupla narráció, tehát ezt próbáltam ki ebben a regényben, hogy van egy szereplő, aki tulajdonképpen az életéről mesél, de önmagát el akarja távolítani ettől az egésztől, mert azt mondja, hogy kell egy bizonyos távolságtartás. Van egy pont a regényben, amikor beszél erről. Ez mondjuk azt hiszem egy elég szokatlan forma az irodalomban, vagy legalábbis én még ilyet nem láttam. El is kell tenni egy időnek, mire az olvasó ezt a játékot észreveszi, Igen, hogy ott ugyanaz Igen. az ember beszél. Ja, ez a két macska. Tehát ami valamennyiünkben megvan. Tehát a történet az, azért is két macska voltam, túl azon, hogy ugye van egy szereplő, aki egyszerre, tehát egy rendőr, aki később saját maga után tehát ez a késmacskaságot ő akkor érzékeli igazán, de hogy én azt gondolom, hogy ez a több macskaság, ez szükséges ahhoz, hogy az ember a valóságot tényleg reálisan tudja megközelíteni. Tehát ahogy mit tudom én, nem tudom, a Picasso a egyik korszakában azzal kísérletezett, hogy egy síkében különböző megvilágításban, illetve különböző szögből, hogy tudja ugyanazt az arcot lerajzolni, vagy lefesteni, amiből hát ugye a közönség jelentős része sok hatást kapott, mert ugye itt van a szeme, meg ott a szája, meg ott a füle, de hát hogy tulajdonképpen az ember állandóan ezen kísérletezik, hogy hogy tudja egy nézőpontot több nézőponttá tenni, és Hát én kicsit ezzel kísérleteztem ebben a regényben is, de azt gondolom, hogy a több macskaság, ha érthető, hogy én mire gondolok, tehát több, dolog, több oldalról megközelíteni a világot, ez egy szükséges dolog ahhoz, hogy az ember a realitáshoz egy picikét is legalább közel kerüljön. De ha jól értem, akkor a te két macskaságod az az, hogy valamikor a saját véleményedet mondod el, és az egy eléggé jól meghatározhatóan Kepes Andrási vélemény, az vállaltan te vagy, illetve van az a macskaságod, amikor ettől hátralépsz, és nem te beszélsz, de valamit mégiscsak te akarsz elmondani. Tehát, hogy miért van, van-e egyáltalán különbség a te szempontból a két típusú megszólalás között, és miért, mikor, mitől függ, hogy melyiket választod? Hát azért az ember, hogyha regényt ír, akkor mindig belegyúrja egy kicsit saját magát is, és nem a narrátor szerepébe feltétlenül ebbe, ugye nincs is igazából narrátor, vagy detve mindegy, egy ilyen bonyolult narrátor van benne, hanem minden egyes figurába. És nekem ez a játék, ez tulajdonképpen azért nagyon fontos, hát amennyiben ezt ilyen könnyedén játéknak ne veszi az ember, mert azért ez egy kemény munka az írás, hogy Bele tudok helyezkedni különböző igazságokba és különböző nézőpontokba. És ez egyrészt azt is jelenti, hogy azt gondolom, hogy jó, hogyha az emberben kételj van, és nem hiszi el magáról, hogy csak az ő egyetlen igazsága az, ami érvényes, ami egyébként általában az emberek jelentős része így működik. Ez a kételj, ez egy bizonyos pontig jogos is, meg jó is. Egy bizonyos ponton túl elbizonytalanítja az embert, és azt hiszem, azt a határt kell megtalálni, ahol az ember még maga biztosan mer kételkedni, de nem gátolja meg abban, hogy azért meg tudja különböztetni a saját véleményét, és azt valahogy világosan ki is tudja fejteni. Kicsit közelítsünk magához a, a, a regényhez, például azzal, amit legkevésbé a szerző szokott tudni meghatározni, hogy akkor mi is ennek valójában a műfaja. Ugye a kiadó mondott olyas, mint hogy sorskrimi, ami egy jól hangzó szó, kalandregény, aparegény, ezt Szabó mondja, családregény, fejlődésregény, vagy egy krimi. Tehát neked van erre egy definíciód? Igen, regény. Én azt, gondolom, én azt, gondolom, azt gondolom, hogy, nem kell ezt a dolgot Mind mindez nagyjából benne van. De hát mindegyiknek, mindegyik egy szűkítés. Tehát azt mondom, hogy sorsegény, általában sorsegényre egyébként a kisebbségi irodalmakat szokták. Hát ebbe egy picit az is benne van, ha úgy tetszik. Tehát ugye a dráva két partján is játszódik a történet, és a délszláv háború idején, tehát a magyar falvak részvétele a, a háborúban, tehát nagyon sok felé ágazik a történetet, tehát egy kicsit sorslegény abban az értelemben, tehát kalandlegény, mert hogy nagyon túlságosan ford, túlságosan, szóval nagyon fordulatos a könyv, azt hiszem ebben egyetértesz. Apa regény is abban az értelemben, hogy végül is egy apa fiú drámai viszonyáról is szól ez a könyv. Családregény is, mert hát hiszen egy családnak a története, Úgyhogy azért azt gondolom, hogy nem kéne egyikre se leszükíteni, hanem hát regény. Nekem ilyen a regény. Azt hiszem, hogy, a, a, hogy egy jó újságíró az megérteni akarja az egyes karaktereket, akikkel foglalkozik. Az író pedig rajtuk keresztül akar elmesélni valami általánosat. Ezt jól látom, hogy te mind a kettőre törekszel egyszerre? Igen, ebbe így nem gondoltam bele, de azt hiszem, hogy igazad van. Tehát benne mindig megvolt egyébként, hogy egyszerre belül lenni valahol, és kívül lenni valamin, és kívülről figyelni. Ez valószínűleg az életutam is ezt diktálta, tehát hogy én különböző kultúrákban éltem, és a különböző kultúrák mindig rákényszerítettek arra, hogy az én saját kultúrám felől nézzem azt a másikat, és elgondoljam, hogy ők hogy láthatnak engem, miközben én magam is benne voltam, és hát nyilván ezek a hatások, ami kisgyerekkoromtól értek engem, ezek beépültek a személyiségembe, és beépültek abba, hogy én a világot látom. Azt figyeltem meg, ez a harmadik regényed, és most itt a regényeket állítottam magamban valamilyen viszonyrendszerbe egymással, hogy amíg mondjuk a töv a 30-as évektől a 90-es évekig öleli fel három családnak a történetét. Az Istenek és az emberek is több családot ö, ö, mozgat. Ez a regény, az egy nagyjából behatároltabb időben, mondjuk így a hosszú rendszerváltás idején játszódik, 80-as, 90-es években, és egy család történetet tett. Úgyhogy szűkül a blende, amit így is be akarsz fogni? Ö, igazából itt egy emberen belül van a több nézőpont. Tehát a többinél, ahogy említetted is, és hát az is egy vicces dolog egyébként, hogy a is ezt csináltam. Tehát ugye volt nekem egy tévésorozatom, akkor azért ültettem három nagyon különböző gondolkodású embert az asztalhoz, mert gondoltam, hogy az úgy sokkal érdekesebb, hogyha ha többféle megközelítés van. Ugye a világképnél is e, tulajdonképpen különböző kultúrákat próbáltam egymással e, Kapcsolatba kötni. Itt igen, ez, erre nem gondoltam, ez megint egy érdekes, amit mondasz, hogy itt tulajdonképpen egy személyiségen belül a többféle nézőpontot. Igen, de azt nem mondhatjuk, hogy megfog... egy családot nem mutatná meg. egy igen. nem feltétlenül jól funkcionáló, de mégiscsak egy család. De ez egy, hogyha egy képeslapnak, vagy egy ilyen családi fotóalbumnak fogjuk fel, uh -huh. akkor ez nem a nagy tabló, hanem, hanem mégiscsak egy valami, valami szűkebbet látunk időben is, meg, meg, térben is. És belülről kifelé. Tehát nem az a fajta tabló, ami kívülről, ahogy mondod, hogy ahol minden egyes személlyel külön foglalkozunk, hanem egy trauma felől, hogy néz ki ez az egész történet, hogy néz ki az apa története, a szülők története, a testvérének a története, és hát főként a saját története. Az nem titok, és szoktál is erről beszélni, hogy az előző két regényedben mindenképpen voltak önéletrajzi jellegű motivumok vagy, vagy tapasztalások. Ebben is van? Mindenben van. Szerintem az ember nem tud olyat írni, ahol nincsenek személyek. És is feltétlenül ennyire általánosra gondolok, tehát minden író magán keresztül szűri a témáját, hanem hogy konkrétan a karakterek, a történetek, azokban van olyan, ami veled megesett, vagy itt jobban távol. Van, van. Nagyon sok olyan van benne. Helyszínek is, tehát ami, amik, amiket én magam átéltem. Mert hát például a Délszáv én forgattam. Tehát, tehát meg, megjelenik a magyar televízió, tehát a, nyilván. A televíziós stúdiók, meg a televízió belső világa, az is nyilván saját élmény. Az éjszakai bárok, ahol ugye a bűnözők együtt vannak a művészekkel. Volt egy időszak az életemben, amikor nagyon magányosnak éreztem magam egy házasságban, és akkor éjszaka én is eljártam ilyen bárokba, tehát azok is e, saját tapasztalások, meg hát nyilván a nőügyek egyre jelentős része, az ember nem tud olyat írni, illetve biztos van, aki csak a fantáziájára tud e, hagyatkozni, de hát a nagyíróknál is mindig előbb-utóbb kiderül, hogy valódi alapja van. Van a regénynek egy, egy története, ugye nehéz egy részben krimi műfajú regényről úgy beszélni, hogy ne lőjük el a poén, de így igyekezni fogok, de vannak közben az egyes -egy szereplők által elmesélt kisebb történetek, tulajdonképpen ilyen mini novellák. Mondjuk egy példát egy horvát iskoláról Magyarországon, hogy ott húztak egy falat, meg ilyesmi. Ennek egyébként, ahogy mondjam, az eredetét is ismerem, egy közös ismerősünk elesett okay. meg nem gondoltál rá, hogy ezeket ne a regénybe tedd bele betétként, hanem megírt nagyobb novellaként? Hogy itt pont arra kellett ezek, hogy kizökenjünk abból a történetből, egy kicsit kinyíljon egy ablak, és aztán gyorsan be is zárod. Én így látom a világot. Tehát ez valószínűleg a Pikarex műfaj, ugye hát ott, épül föl ilyen kis jelenetekből maga a történet, ami azért csak a kalandregénynek is az egyik alapja volt. Meg hát sok olyan szerző van, aki, aki ezzel ö, dolgozik. Én így látom a világot. Tehát én nekem anekdótákban, viccekben, történetekben, poénokban jelenik meg a világ, és hát nyilván, amikor írok, akkor a saját nézőpontom az ez a hétköznapi életben is állandóan anekdótákat és vicceket mondok, ezzel szoktam őrületbe zavarni az ismerőseimet. Az, is. olvasott, hogy azért őrületben nem fogod zavarni. Egy kicsit közelítsünk a főhősödhöz, meg az, az alapszituáció, azt elmondtad, hogy egy olyan rendőrről van szó, aki egyébként bűnöző is. Hát ez egyébként egy nagy irodalmi toposz, hát a legkorábban vagy, vagy messze nem tudok menni, de mondjuk balzak regényeiben, ugye a Goriottapóban, vagy az elveszett illúziókban is megjelenik Votrán, aki egyszerre rendőrkapitány, meg egy agyafurt bűnöző. Viszont tudom, hogy itt egy valós sztori is van, van mögötte, mert természetesen, amikor olvasok, akkor gyorsan elkezdek keresgélni, hogy ez tényleg így volt, vagy nem, és meg is találtam, hogy volt egy ilyen rendőrkasszafúró a valamikor a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszakokban. És utána is, igen. Ilyenkor először a motivumot találod ki, és aztán keresel hozzá tényeket, vagy fordítva, tehát, hogy szembe jött veled ez a, ez a kétségtelen nagyon izgalmas, és a korszakra eléggé jellemző történet, és, és beleszerettél. Én ismertem őt. Ó. Oh. Igen, én készítettem vele interjút a börtönben. Na hát, ez. This... Úgyhogy engem már akkor ez az egész történet megragadott, mert nem csak bázáknál van, hanem mai napig van, ha kinyitja az ember az újságot, akkor ha nem is kasszafúró, de számos bűnözőt. Találtunk folyamatosan a rendőrök között is. Mostai hírekben is. Tehát azt mondom, hogy a, de ha az amerikai filmeket nézzük, akkor ott ez mindennapos. Ez azért volt érdekes, mert a társadalomra jellemző volt. Tehát engem a bűn érdekelt ebben a könyvben. Pontosabban az, hogy hogy devalválódik maga a bűn gondolata és fogalma. Tehát hogy ez egy ügyeskedő társadalomban, mert ez egy ügyeskedő társadalom, ami Tradicionálisan az, tehát ugye a kiszolgáltatott gyenge ember az mindig rá volt kényszerítve az ügyeskedésre, ez a török időktől kezdve, két világháború időszakán át, tehát erről rengeteget írtak, a mai napig így van. Engem az érdekel, hogy mi, a, mi történik akkor, amikor az ügyeskedő kultúra hatalomra kerül. Itt azért az ügyeskedés, meg a bűnözés az, az nem pont ugyanaz. Hát, Ugye ezt igen. vizsgálod is, hogy hol igen, van a határ. Igen, 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 igen. Hát És az hol? ügyeskedésből, hát az ügyeskedésből könnyen. Hát a, a kettő azt különbözteti meg egymástól, hogy a jog hogy bírálja el. Mert hogy tulajdonképpen azt tudjuk, hogy nem igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás van. Ebből kifolyólag nagyon sok bűn, az nem nyeri el méltó büntetését, mert a jog kisegíti őket ebből. Hát most ebből nem érdemes belemenni, de mindenki tudja, hogy miről beszélek. Na most ugye itt az az érdekes, tehát ebből a szempontból, hát hogyha nagy elődökhöz akarnám hasonlítani a, a regény figuráját, akkor inkább a Dostoyevsky bűn és bűnődéséhez hasonlít. Tehát egy ember, aki belekeveredik, úgy érzi logikusan és jogosan egy bűncselekménybe, és utána saját magát bünteti a bűnhődésével. Most nem akarom lelőni a regényt, hogy mi történik, de te olvastad, tehát tudod, hogy ő hogy tisztul meg, hogy eljut egy bizonyos pontig odáig, hogy a lázadás az nem ellenszere azoknak a traumáknak, ami körülvesz bennünket, és egy ügyeskedő, bűnöző világnak, az egyetlen megoldás az emberség. És hát ez a bűn és bűnhődés viszony, ez az előző generációnál is megjelenik. Vagy hát ez a séma, hogy van egy bűn, amiért a főhősnek az apja kíván valamilyen fura módon bűnhődni. De még mielőtt ebbe belemennénk, egy kicsit tényleg kíváncsi vagyok, hogy az érdeklődésemet Ugyan. a valós személy eh, iránt, hogy ő hogyan viszonyul a valódi modell, meg a te irodalmi karaktered. Mennyit vettél át a, a, a tényleges? Emberről. Magát a, a, az, tehát hogy ő milyen szerepet töltött be a rendőrségnél, meg ilyesmi, az, az valóságos. Az életét én találtam ki hozzá. De az volt a fura egyébként, hogy amikor elkezdtem kitalálni az életét, és ez nem az ő élete, tehát a karakternek az életét, amihez ő kölcsönzött ugye egy, egy modellt, akkor hát volt egy segítőm, aki egy kriminológus, és megkértem, hogy azért nézzen utána a valóságnak is. Tehát, és én azt álmodtam meg valahogy, hogy, hogy ez egy gyerekkorától kezdve megalázott ember, aki eljut. Tehát, hogy az ős trauma az tulajdonképpen a gyerekkorából származik, és ugye pszichológusok ezt egyébként is magyarázzák, hogy ketté, ilyenkor leválik az én, egy gyerekkori trauma kapcsán, ami azt jelenti, hogy vagy öngyűlölő lesz valaki, vagy önigazoló. Hát erre a politikai életben is látunk különböző példákat, meg a hétköznapi életben is. Ugye ő egy öngyűlölő emberként indult gyerekkorában, tehát ez volt az én olvasatom. Na most fura módon, amikor ez a kriminológus ismerősöm utána járt a történeteknek, akkor az azt mondta, hogy te képzeld el, tényleg örökbefogadott gyerek volt hát hogy van az életsorsoknak valószínűleg egyfajta logikája, amit hogyha valaki íróként végig gondol, és eléggé bele mászik a karakterekbe, és megpróbálja a pszichológiai egy kicsit végig gondolni, akkor képes kitalálni a valóságot. Meg hát láttál elég tényleges emberi sorsot, vagy hát föl is dolgoztál, úgyhogy lehet, hogy ennek a szublimálása is benne igen. van. De olyan, mondjuk, hogy méletrajzi párhuzamokat is láttam a néhány cikkben, amit elolvastam, hogy ennek az eredeti, vagy az igazi rendőrbűnözőnek egy ismert színésznő volt, már hogy helyben ismert színésznő volt a felesége, igen. itt meg egy televíziós sztár. Ez igen. például a modellről vetted át, vagy ez is jött magától, és párhuzamból? E, a ezt a modellről. Tehát szerettem volna valahogy beágyazni a társadalomba. Tehát, hogy fura módon volt egyfajta Ilyen kulturális művészeti, politikai elfogadottsága is. Tehát ez része, tehát ezzel próbáltam érzékeltetni azt, hogy tulajdonképpen ez az egész jelenség, ez egy mindennapi jelenség. Mert erre azt mondtam volna magamtól, hogy ezt azért találtad ki, hogy neki van egy kulturális elit peremén lévő partnere, hogy be tud mutatni azt a világot is, mert hát az nem életszerű, hogy egy rendőrnek ilyen felesége legyen, és akkor kézbe kiderül, hogy a valóságban is így volt. Igen. A valóság nem életszerű. Gyakran. Ö, említetted az örökbefogadásnak a, a, a témáját, azt, hogy őt, arról még nem beszéltünk, de hogy őt cigányként is azonosítják gyerekkorában. Ez a valóságban nem volt, tehát ez... Életben nem tudok róla, de nem feltétlen kellett, hogy legyen. Ö, ugye ő örökbefogadott és nem intézeti gyerek, de, de mégis megpróbál kitörni. Három állami meg gondozásból ször. fogadták, csak kiskorába, egy éves korába fogadták örökbe, igen. Ugye rólad lehet tudni, hogy neked is volt olyan élethelyzet a gyerekkorodban, amikor a intézetben nevelkedtél. Ugye innen, az, innen vannak ilyen típusú élményeit, hogy onnan meg kell szabadulni? Nem, nem, én nem voltam ez a fajta, tehát itt, itt ugye őt nagyon kicsi korába fogadták örökbe, ugye az én karakteremet, nem tudom az igazival hogy volt, tehát fogalmam sincs az ő történetére, az igazi történetére, de inkább a nem elfogadásról van itt szó ebben a regényben. Tehát én nekem ott voltak a szüleim a háttérben, csak külföldön dolgoztak, én tudtam, hogy majd hazajönnek, egy kisgyerek minden természetesnek vesz. Ugye az én történetem az, hogy mi ilyen, nem tudom, négyes társbérletbe raktunk gyerekkoromban, Pozsonyi a nagy bérházban, a szüleimnek az egyetlen szabadulási módja az volt, hogyha elfogadják a külföldi kiküldetést, Cserébe nekünk intézetbe kellett menni. Mert ugye a gyerekeket. Az, abban az időben nem lehet lehet lehetett még tőkés országokba a gyerekeket kivinni, de abban a pillanatban, hogy ez leheti, lehetővé vált, tehát 56-ban a forradalom után, akkor az apám azonnal kivitt minket, és én onnantól kezdve a a szüleinkkel nevelkedtünk, illetve utána egy rövid időre még visszakerültünk az intézetben mert lakásunk az nem volt, és akkor ez volt a, a anyámék valahol. Meghúzták a testvérénél valahol. Na mindegy, ez egy that's another story, hogy ezt más filmekben is mondják. Szóval, hogy, hogy itt, itt a, a, nem elfogadottság érdekelt engem. Tehát az intézet is azért, azért, került intézetben, mert az anyja nem fogadta el, aki egy fiatal lány volt. Amikor egy család örökbe fogadja, akkor úgy érzi, hogy az apja nem fogadja el. Amikor bekerül ugye a szakmába, máshova, mindig úgy érzi, hogy ő egy kitaszított. És hogy a kirekesztettség az, az tulajdonképpen milyen bánatot és milyen következményeket okoz, nem csak egyéni szinten, hanem ez társadalmi csoportokra is azt gondolom, hogy ez, ez igaz. Tehát az egész Roma vonal is ugye azért kerül bele, és nem csak a roma vonalat, ott, ott van egy ilyen de, szegény, de, hát igen, olyan de vidéken de játszódik, de, de, de. ami az ország egyik legszegényebb vidéke, ugye az ormánság. Hát az is egy kitaszítottság. És hogy ezeknek a dolgoknak következménye van. Tehát ha valaki azt éli át, hogy őt nem fogadják el, hogyha neki ezt traumát okoz, az nagyon-nagyon hosszú távú, beláthatatlan következményekkel jár. Igen, de ezzel mégsem azt mondod, hogy akkor neki automatikusan bűnözővé kellene? Nem. Hát egyáltalán Ez egy választás kérdése. Van, aki ezt választja, van, aki ő is utána, ugye van egy fordulat benne. És hát rengetegen, hát ugye ott van a, érdekes módon a, a roma család, a két testvér, aki közül az egyiket bűnöző lesz, a másik meg tanár. Tehát ez a választás, ez a felelősség, erről is szól a regény hogy nem lehet állandóan a sorsra, a körülményekre, a jóistenre, a nem tudom kire, transgenerációs traumákra ráfogni az életünket. Van egy felelősség, ez mindegy belejátszik, amiket felsoroltam az imént, de hát végül is a felelősség az a miénk. Erről szerettem volna, hogy szóljon a könyv. A 80-as években indul a cselekmény, vissza-vissza nézünk, akár 1956-ig, de a fő történet az ott indul, és a 90-es években ér véget. Tehát egy viszonylag kicsi, másfél évtizedet fog be. A 80-as évekbeli részeknél felbukkannak az adott korszaknak meghatározó figurái, akár a kulturális elitben, akár a politikai mondjuk Csurka Istvánnak a figuráját, azt, azt még én is észrevettem, hogy megtartam benne, vagy a Györgyre is történik utalás. Egy, a 80-as években, mint hogyha teljesebb tablót adná, mint a rendszerváltás utáni időszakból, ezt jól érzem? Hát az már egy rövid időszak, és tulajdonképpen akkor a főhősömnek az élete nagyjából bezárul. tehát a 9 rögtön a rendszerváltás után ugye ő, most lelőjük a poén börtönbe kerül, és aztán utána meg a tanyám folytatja. Tehát ott nincs már benne a közéletben, tehát az már tényleg egy nagyon belső történés, ami, ami nő keresztül megy a tanyavilág tanya és a családi kapcsolataink keresztül. Ez igaz, de mégiscsak ott a, a rendszerváltás utáni résznél hát ez ennek az időszaknak a politikai ügyeskedése, felkapaszkodott vidéki kiskirályjal is találkozunk. Tehát, hogy azért látjuk ennek Persze. a korszaknak a figuráit, és hogyha azt üzenné ez az egész, hogy ez az egész elletrontva. Tehát, hogy mint hogyha ez egy elhibázott idő. Te a rendszerváltásra így gondolsz, mint egy ilyen elhibázott vagy, időszakra, vagy, vagy elszalasztott lehetőségre? Mert úgy tűnik a regény alapján, nem vagy jó véleménnyel erről az időszakra. Nem, a rendszerváltással nekem az egy cezúra volt. Igazából nem volt rendszerváltás. Tehát igazából erre az egészre úgy gondolok, hogy a kádárizmus a mai napig tovább él. Tehát, hogy nem történt. Nem abban az értelemben nem történt rendszervel. Ahogy ugye egy időben poénként mondták, hogy gengszterváltás történt, de hát, hogy igazából az a fajta gondolkodásmód és az a fajta viszony, amiről egyébként már Móric is írt, és ami tovább húzódott a, kádárkorszak idején is, tehát ez az uram-bátyám modell, és hát a regényben is elég sok példa van erre, tehát a kis közértestől a kereskedőn át, hogy ez, ez, a fajta gondolkodás, ez hogy működik, hogy gyakorlatilag ez nem változott meg a rendszerváltással. És, és hogy ugyanaz a fajta gondolkodás, de gyakorlatilag a kádár Kádár korszak gondolkodása a mai napig érvényes, mert ahhoz, hogy rendszerváltás legyen valahol, ahhoz a fejekben kell rendet tenni. Akkor ez most a bűn és bűnhődést idézi fel, nem az elveszett illúziókat? Hát igen, igen. De közben azért megmutatod mint egy kontrasztként, hogy hát ennél azért még rosszabbul is lehetett járni, mert hiszen a délszláv háborúról is van szó, vagy annak az utó életéről, hogy utána hogy lehetett ott élni. Szóval, mint hogyha meg akarnád mutatni, hogy itt is van választás. Tehát, hogy van, ahol rosszabb. Vagy ezt én csak egy utólag vetítem bele, nem, a de, és, és, hát össze van kötve igazából a délszláv háború nagyon finoman természetesen 56-tal. Tehát nem véletlenül következik az egyik fejezet a másik után. Tehát, ahogy úgy próbáltam szőni ugye az egész történetet, az meg arról szól nekem, hogy a kapcsolatainkat és a világot emberi kapcsolatok helyett és az em másik ember megismerése helyett, vagy etnikai szinten, vagy vérség, családon vérségi szinten keresztül próbáljuk elemezni. És én azt gondolom, hogy nem ez a lényeg. Tehát etnikai szint is persze fontos, az embernek a saját tradíciójá, a kultúrája, az összes többi, hát ezek, ezeket tudjuk, de hogy etnikai szinten meghatározni konfliktusokat és identitást, az mindig véres leszámoráshoz vezet, és vérségi szinten meghatározni családi kapcsolatrendszert az is mindig konfliktusokkal jár, mert aki magában néz, az pontosan tudja, hogy néha a legközelebbi rokonához sincs olyan rokon szenves viszonya és baráti kapcsolata, mint egy vadidegen emberhez, esetleg a világ másik tájáról egy teljesen más kultúrából származóval. Tehát a nézőpont az, amiről én azt hiszem, hogy, hogy ha, talán ha az emberség szempontjából, meg a másik ember szempontjából vizsgálnánk a világot, kevesebb tragédia lenne. Hát nagyon sokszor felteszi a kérdést a regény, hogy ki is a rokon, ki számít a, a rokonunknak. Ezt Tényleg eléggé foglalkoztató tűnik. Igen, foglalkoztat, mert én azt gondolom, hogy hogy ez egy, ez egy fontos nézőpont. Tehát nekem volt egy nagybátyám, unokabátyám Amerikában, egy nagyon jó fejpasi volt, 56-ba elment 20 évesen, és aztán ott egy, egy ilyen fura karrierje volt, mindegy, nem ez az érdekes, hanem ő azt mondta nekem egyszer, hogy tudod, az összes rokonaink közül te vagy az egyedüli, akit én magam is kiválasztottam volna. És akkor én ezzel elkezdtem gondolkodni, ez milyen érdekes, hogy valaki a rokonait is ki akarná választani, Neki nem volt gyereke, meg egy elég összeférhetetlen érdekes pali volt, de hogy, hogy ezen elkezdtem gondolkodni, hogy a, tényleg én a saját rokonságomból ki az, akit magam is kiválasztanék, és azt belenyugszik az ember, hogy persze hát a rokon az egy vérségi kapcsolat, de hát az kiegészíthető barátokkal, én az a típusú voltam egyébként, állandóan új iskolába kellett mennem, ugye, mert a, a, a sors és a történelem az ide-oda vetett engem, ugye kilenc iskolába végeztem a nyolc általános, és én mindig oda mentem az új iskolába egy gyerekhez, aki nekem rokonszemves volt, és mondtam, hogy legyünk barátok. És hogy ez, ez a legyünk barátok, ez, ez ilyen döbbenetet. Elfogadták? Volt. volt, aki elfogadta, volt, aki megdöbbent rajtam, mert hogy ugye akik hosszasan együtt jártak egy iskolába, azok összecsiszolódtak, és nem mondták is soha ezt a mondatot. De nekem ki kellett mondani, mert tudtam, hogy lehet, hogy ez rövid ideig tart, aztán már mindjárt elmegyek, és akkor utána meg hát engem valahogy be kell itt fogadni, akkor kinéztem magamnak azt, akivel én barát akartam volna lenni. És hogy ugyanez a legyünk barátok. Azt, hogy legyünk rokonok, azt azért meg se tudjuk. Hát ezt nem tudod mondani, de hogy végül is az elf ez is az elfogadásról szól hogy el tudsz-e valaki mást fogadni, és el tudod-e magadat fogadtatni. Valószínűleg nekem ez nagyon mélyenben van. Ha már iskola, van ennek a regénynek egy fontos karaktere, egy, egy tanár. De ez a tanár, a tanár figurák, azok neked azért kiemelten fontosak. Az, az Istenek és az Emberek című regényedben Igen. van egy tanár figura, aki hát egy ilyen új gazdag oligarha inassa lesz. Itt ebben egy szegényen, de tisztességesen élő, aféle száműzetésben élő tanárfigura van. Ezek ilyen sztoikus karakterek, akik beletörődnek a sorsukba, de valami filozófiával figyeli. Szóval ez a tanárok sorsa, szerinted? Hát ugye valamikor a tanár és a mester az ugyanaz a kategória volt, és nekem a tanár az, az valószínűleg egy ilyen mester, szempont. Nem volt nekem egyébként ilyen tanárom, valószínűleg vágytam rá nagyon. Tehát ez is egy kicsit ilyen apafigura, mind a két tanár. És e, valószínűleg a, a bölcs öreg embernek az ideálja, tehát aki, aki bölcsességet ad és elfogad minket, és tudja, hogy mi a megalkuvás és a bölcsesség, a bölcs belenyugvás közti különbség, hogy valószínűleg ez az igény, ez bennem megvolt mindig. Egy kicsit ilyen Isten földi helytartója, kicsit papok is ezek a. Igen, de ezek mind a két figura, ezek a, a bölcs emberek, azért a társadalom peremére vannak Igen. szorítva. Itt ebben a regényben, annyit azért elmeséltünk, a tanár múltjában van egy olyan ö, epizód, hogy az állambiztonság összemossa az ő melegségét vagy homoszexualitását a pedofiliával. Ez például egy Szándékos aktualizálás, vagy az élet aktualizálja ezt? Hát ezek konkrét történetek is voltak. Tehát a jelenlegi gondolkodás, a jelenlegi rendszer az, ami ezt aktualizálta. Tehát számos olyan jelenség van egyébként a könyvben, akár a rendszerváltás idején is föl lehet sorolni tételesen, amit, hogyha az ember, elkezd sorjázni, és azt mondja, hogy magas infláció, és energiaválság, és meginog a bizalom a politikába, és a politikai vezetés, és a bűnözés összekapcsolódása, és a forint zuhazánása, és eladósodás, és az összes többi, tehát ami a rendszerváltás előtti időszak jellemzője volt, az olyan, mintha márról beszélnék. Na most ebben semmi aktualizálás nincs. Utána néztem, hogy akkor körülbelül mi volt. Azt leírtam, aki úgy gondolja, hogy ez aktuális, hát akkor gondolkodjon el rajta. Na most ugyanezt történik ugye ezzel a jelenséggel is. Tehát ugye azt tudjuk, hogy 1961-ig például a melegeket börtönbe zárták Magyarországon. Rengeteg embert megzsaroltak ezzel. Mondjuk Molnár Péter például. A nagyon ismert, nagyon jelentős színikritikus, de sok mindenkit lehetne mondani. Tehát ez annak a rendszernek az egyik sajátossága volt, hogy akit meg lehetett zsarolni valamivel, hogy besugó legyen, azt megzsarolták. Tehát ez is egy olyan történet, ami, amivel ma is zsarolnak embereket, csak nem feltétlenül besugásra, hanem karaktergyilkosságra. Tehát a módszerek nem változtak. Tehát erről beszélek én, hogy a kádárizmus tovább él. Ami egy másik ilyen párhuzam, ugye a regényben ez a család vidékre megy önként a száműzetésben, és ott elég kirekesztetten, vagy idegenül érzi magát. És hát ugye erről is rengeteg szó esik a Budapest vidék közti különbségekről. Neked személyesen volt ilyen élményed? erről a Budapest vidék átjárhatatlansága kérdés köréről, hogy ilyen hülyén kérdezzek? Én a gyerekkoromat, majdnem minden nyarat, azt uh, tartsa töltöttem Baranya megyében, és Szentlőrinc, ez tulajdonképpen az ormánságnak a felső csücske, és ha azt mondom, hogy Tartsa és Szentlőrinc, akkor és te, aki olvastad pusztán. a Tövis pusztát és Szent Ágoston, akkor körbe kiderül, hogy, hogy az, ig a falu élményemet én arról a vidékről szereztem, és nekem ez egy nagyon fontos vidék. Tehát az egy igazi tanya volt. Tehát tartsa puszta, az egy ilyen, ha most meg elmegy az ember, akkor sírva fakad, szóval. De, de én ott, én voltam a városi gyerek, aki, akit Elfogadtak, vagy befogadtak. Felhízlalni küldtek oda mindig, mert egy ilyen nagyon egyszer belül kisgyerek voltam, és a társbérletből az egyik társbérlő egy nagyon helyes néni volt a cselészszobában, Ő te, rokonaihoz mentem oda mindig le. Tehát, hogy ezek is valóságos élmények. És aztán most még ráadásul, mint hogy a Dráva menti vidéket kevésbé ismertem, akkor lementem egy-két napra, és akkor ott a Dráva Szabolcsi polgármester az nagyon kedves volt, és körbevitt a vidéken, és sok mindent mesélt, amit, amit, aztán, meg utána olvastam, ami beépült magába a regénybe, hogy ez reális legyen. Ez a utazás, vagy te tényleg elmentél oda, ez egy kicsit azt jutott eszembe, mint hogyha te valamiféle edzőterembe vinnéd az empátiádat. Tehát, hogy mindig próbára teszed, hogy, hogy bele tud helyezkedni annak a másik karakternek aztán a, a gondolkodásába. Van ebben ilyen? Tehát kell az ízét, meg a, a szagát érezni a valóságnak ahhoz, hogy az ember ezt le tudja írni. Tehát ahogy ami ott a fekete víz, meg az egész, meg a környék, hogy ez hogy zajlik, meg az ember elmegy ezekbe a kis falvakba, és látja ott az arcokat, meg az embereket, szerintem egy ezt, ezt nem lehet a rózsadomról Kitalálni. És akkor ez azt jelenti, hogy elmentél a börtönbe is? Mert ugye vannak börtön jelenetek, vagy a börtönben is játszol. Ja, ott forgattam én börtönbe, persze, jártam börtönbe. Sok felé jártam. Tehát majd, De majdnem, most a regényhez majdnem, nem, nem, el, nem Nem, hát gondolom, a más börtön, más börtön annyit nem változott, úgyhogy... Illetve forgattam egyszer börtönben még akkor, amikor a győzikéről forgattam egy portréfilmet, és a győzike, börtönben előadott, és akkor is jártam ott börtönbe. Tehát általában valamilyen televíziós, filmes forgatás kapcsán jártam börtönbe, külön úgy, amíg ah, nem kötelező, addig nem megyek. Mert mindezek az a, a epizódok vagy, vagy területek, ugye valahogy a kirekesztettség a Peremvidék bemutatása, és közben, hogy egy másik ilyen aktuális témát is keressünk. Van a főhős felesége, nevezett Ildikó, a regényben, aki ugye egy sikeres vagy majdnem sikeres televíziós műsorvezető, és ott meg megjelennek az egykori szabadságtéri televízió életéből képek, és egy kicsit, mint hogyha ez a a #MeToo probléma is megjelenne. Tehát hogy meddig mehet el egy férfi kolléga egy nővel, hogy ez egyszerűen a karakterből következett, hogy, hogy ezeket leírjad, vagy itt is el akartál mondani valami aktuális társadalmi ügyről valamit? Nem, ez így zajlott akkor. És akkor még nem tudtuk, hogy van mi És egészen más viszony volt. Tehát azok a, azok a viszonyok, amit én ott leírok, és ami ma... Mert nem teszel igazságot, csak leírod. É, igen, igen. De, de ezt őszintén meg kell vallani, hogy akkor a gondolkodásmód az egészen, ezt nem értik sokan egyébként. Tehát amikor megpróbálnak mai általam is elfogadott, és sokunk által elfogadott morális szemszögből értelmezni 50 évvel ezelőtti helyzeteket. Hát, ez az egész cancel culture, hogy hát. Ha, világos. tehát azért mondom, hogy ezt, és, és én én azt gondolom, hogy ez, ez minden tekintetben hibás. Tehát ez a, a mai morál, az nagyon helyes, hogy most már ezt ezt tartjuk a, a morálisnak, és ez egy fejlődési folyamat, de hogy mondjuk visszavetíteni, hogy akkor jókainál a nem tudom, aranyemberben a nő ideál az. Mennyire volt mai szemmel nézve elfogadhatatlan. Én ezt viccesnek tartom, szóval ez, ismered a történetet. Hogy persze meg, hogy igen, Shakespeare és a feketék, igen. meg ilyesmi. Igen, szóval, hogy ezt mindig egy adott korszakban kell vizsgálni, és mondjuk. Az én regényem, én regényemben is, hát hogyha valami a rendszerváltás idején játszódik, vagy a 80-as években játszódik, akkor az akkori erkölcsiség szempontjából érdemes ezt az egészet értelmezni, mert aki a maiból próbálja, az nem fogja megérteni. Én ezt csinálom egyébként az egyetemen, próbálok a, a gyerekeknek, most a tanítványaimnak, ugye gyerekek, hát ezek már felnőttek, mindegy, csak nekem az unokáim is idősebbek náluk, hogy, hogy beszélek a 80-as évek kultúrájáról, meg a 80-as évek világáról, és próbálom megmagyarázni, hogy a, a kapcsolatok hogy működtek. Tehát, hogy a figurák hogy működtek, hogy, hogy, hogy mű, működött mondjuk az irodalmi közélet abban az időben. Semmit nem tudnak róla, és olyan hálásak érte, mert annélkül meg nem értik a jelent. A tövis pusztáról lehet tudni, hogy ezt átírtad többször is. Igen. Szerinted ezt, ezt a regényt, ezt e, át fogod írni, hozzá fogsz nyúlni 10 vagy 20 év múlva? Hozzá kell nyúlni szerinted? Hát ezt mondd meg te, én, én, szerintem nem, de én a többi pusztához sem nyúltam volna hozzá. Nem, hát azért a többi puszta az sokkal jobb lett. Tehát a harmadik átírásnál azután azt mondtam, hogy most már rendben van, tehát amikor a jubilámi tíz éves kiadás megjelent, akkor hát olyan dolgokat vettem észre, meg nem csak én, hanem a Jósva Júli, aki a szerkesztő, ami már átment akkor három szerkesztőn, és senki nem vette észre, én magam se. Értelmetlenségeken, meg Ellentmondásokon. Hát túl azon, hogy sokkal jobban kiegészült az egész, ugye teljes joggal mondták kritikák abban az időben, akik szerették egyébként, meg fontos regénynek tartották, de megemlítették, hogy mondjuk a 80-as évek nincs kifejtve, és azt megpróbáltam kibontani, meg figurákat voltam, amit kihagytam belőle. Hát azért én egy kezdő regényíró voltam. 63 éves koromban. Hát igen, és hát tulajdonképpen most is a írói pályának elején tartasz, Hogyha vi visszatekintesz erre a 15 évre, ez egy, ez egy nem egy olyan, nagyon hosszú időszak, akkor ezzel a pályaival elégedett vagy? Én azt gondolom, hogy reális. Tehát amit belőlem ki lehetett hozni, az szerintem az, az... nagyjából ennyit tudok. Hát akinek ez elég, elég, és hát hála Istennek az olvasók közül elég sokan vannak, akik szeretik azt, amiket én írok. Úgyhogy az jó, aki kritikával illeti, azt én meg szívesen meghallgatom. Hogyha az olyan kritika, amiből én tanulok, én nem képzelem magamról azt, hogy a csúcson vagyok. Hát még csak 75 éves vagyok, előttem az élet, és egyre jobbakat fogok írni. Ezt várjuk mindannyian. Köszönöm én szépen. Én köszönöm.